Hamarosan új évad indul a Szolnoki Szimfonikus Zenekar életében, de teljesen még az előző sem ért véget. A Partitúra koncertsorozat utolsó két állomása még hátra van. Augusztus 29-én a Széchenyi lakótelepen, 31-én pedig Szandaszőlősön hallhatják az Operett Gála névre keresztelt, ingyenesen látogatható koncertjüket. Az új évad több különlegességet is tartogat a komoly zenekedvelőknek. Vendégül látjuk a Leonardo Cini karmester urat. Ez azért érdekes, mert ő volt a 2017-es Maestro Solti Nemzetközi Karmester Fesztiválnak a győztese. Az azért érdekes, mert a világ minden tájáról jöttek jelentkezők, 500 karmester jelentkezett erre, és ő lett a győztes, és mi meghívtuk őt, illetve felajánlottuk neki egy koncert vezénylését, amit örömmel elfogadott. Nagy kedvenceket mutatnak be a következő évadban, az orosz estől egészen a német romantikáig. Ignác Kristóf, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar nemzetközi referense elmondta, fontos küldetésük a jövőben is a nemzetközi kitekintés. Éppen ezért több koncerten berlini és bécsi filharmonikusok vendégszerepelnek majd, de más különlegességgel is készülnek. A januári új év nyitó tánckoncertünk január 12-én lesz, és idén a budavári palota koncertet hozzuk el a kedves vendégeknek. Tehát kosztümök, gyönyörű ruhák, gyönyörű táncok, és ez azért kuriózum, mert a budavári palota koncert nem került még bemutatásra sehol sem a fővároson kívül. Szolnokon lesz az első vidéki ősbemutató. A Liszt Ferenc, illetve a Fantázia bérleteket továbbra is az Abanovák Agóra kulturális központban lehet átvenni. Fontos, hogy akinek van bérlete, annak a helyjegyét újra regisztrálni kell, ezt elektronikusan teheti meg. További információk a szolnokiszimfonikusok.hu oldalon.